Tisztelettel üdvözlöm egyházaink lelkipásztorait és kedves minnyájukat, akik eljöttek, akik betegségük miatt nem tudtak eljönni, és köszöntök mindenkit határaiakon innen és határaiunkon túl is, mert rövid idő óta Magyarország már inkább a határon innen van, mint túl, reméljük nem sokáig. Itt állunk településünk sírkertjében, mely életünk és múltunk leggyakoribb találkozó helye. Mindannyiunk által véljük, a halál a legkegyetlenebb érzést váltja ki az emberi lelkekben. Ám bár ez az érzés a halálfélelem előtti evilági életünkben mély főhajtást teszünk, mihelyt koporsónk deszkája visszaadja az élőknek sírhajtjaink döngő zenei hangját, és ettől kezdve az élet igazi törvénye szerint mindannyian egyformává leszünk. Gazdag vagy egyszerű, fennhéjázó vagy alázatos. De a temető a megbékélés és a tiszteletadás helye. Itt már mindegy, hogy szeretteink sírhelyét értékes kővel vagy egyszerű fejfával jelöljük. Egyik sem árt a másiknak. Csupán a főhajtás, azaz elkívánni való, de azt nagy alázattal. Az, amit itt látok és látunk, hogy itt vagyunk, hogy elfedik a virágok ősei, szeretteink, gyermekeink, anyáink, apáink, testvéreink sírjait, és kiki virággal vagy anélkül, de megáll, ha csak egy rövid időre is, közeli vagy távoli hozzátartozója, ismerőse sírhalma mellett emlékezni, tiszteletet adni. Mert tartozunk neki. Tiszteletadással. Így teszünk mi is. Ezen a helyen, hol oly sokat és sokszor most még állunk, míg élünk, halottainkkal, és gondolatban hősi halottainkkal, kik idegen honban jelölt vagy jeltelen sírban nyugszanak. E szent helyen állva, a kútfő előtt, mert minden temető múltunk, jelenünk és fennmaradásunk kútfője is. Drága halottaink, legyen jelenlétünk e kút és környéke más világi életek emlékének éltetője, mert attól leszünk emberré, a halottainkat tiszteljük. Sírkertjeinkben égő apró lángok legyenek bizonságai halottaink iránt érzett tiszteletünknek és megbecsülésünknek. Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem Nagy Gézának, aki a kútfőt megtervezte és megalkotta, és megköszönjem mindazoknak, akik munkájukkal és anyagiakkal segítették, hogy ez a kútfő a mai napon itt állhasson. Továbbá köszönetet mondok egyházaink helyi elöljáróinak és községünk képviselőtestületének, hogy Nagy János művét, a Gyászoló Madonnát végre visszahelyezhettük az őt megillető helyre. Örülök, hogy van alkalmam köszönteni a Református Testvéregyház lelkészét hívei kíséretében a közjogi méltóságukat környezetükkel, a katolikus híveket és a meg nem keresztelteket, mert ez a mai este, ez nem a vallásokhoz való kötődés, hanem az emberiség legrégebb megemlékezésére való visszautalás. Az emberréválás pillanata azt jelentette, hogy az emberi méltóság, az emberi értékek hordozója a halállal nem kerül a sírba.
Az emberiség története valahol ott kezdődött, amikor a családfő a halált követő összejövetelen el tudta mondani azokat a jó tetteket, szellemi örökségeket, ami az elhunytak után megmaradt. Így szeretett testvéreim, mielőtt megkezdenénk ezt az ökumenikus kegyeleti gyász esténket, engedjétek meg, hogy felolvassam Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből a következő részt. Jézus Krisztus isteni mivoltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy ember. Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalál. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szeretett testvéreim! Mielőtt elkezdenénk a szemlélődésünket, énekeljük el az egyik kedves, közismert énekünket. Édes Jézus, neked élve, édes Jézus, neked való, életem, halálom, édes Jézus, tiéd vagyok. Szeretett testvéreim, akármilyen fejlett is a világ, a halál kultúrájának korszakában is, minden ember számára a legkínzóbb és leggyötrőbb kérdés az életfordulós események közül a halál. Ezen meghitt estén engedjétek meg, hogy az én hangos elmélődésem számotokra is némileg útmutatás legyen. Eltöként szándékom, hogy az egyház ősrégi tanítása, amely az emberiség legrégebbi tapasztalataira alapozódik, a 21. században is iránymutató és iránytű legyen az ember számára. Az értelmes ember, a halhatatlan lelkű ember, a szellemi örökséget termelő ember, az, aki a teremtés koronája. Mégis, amikor felvetjük a kérdést, hogy meg kell halni, akkor igazában nem vagyunk tisztában a halál fogalmával. Úgy gondolom, a francia filozófus, orvos és tudós Pascal volt az, aki azt mondotta, hogy a lélek az agyban székel, és az agy szolgálatának megszűnésével áll be a halál. Több mint 200 év után több orvos, professzor és tudós azt mondja, hogy a szív dobogásával áll meg a halál. Napjainkban a lebegtetés is hozzátartozik már az életben maradáshoz, de ugyanakkor a halál kopogtató biztos jele is.
a klinikai halál, a biológiai halál, és ki tudja még milyen új fogalmakkal kell megismerkednünk, ugyancsak egy jele a halálnak. De a halál megfogalmazhatatlan és megfoghatatlan, hasonlóan az élet is, mert az élet maga Krisztus. Az a bölcsőtől a koporsóig tartó rövid út, amely 70-80 év is lehet, csak élet jelekről beszél, de maga az élet, az maga Krisztus, az örökké valóság. Így, amikor ma este néhány gondolatot kénytelen vagyok elmondani, a templom után a második legszentebb helyen, itt a temetőben, bizony el kell gondolkozni afölött, amit üzen nekünk ez a halál kultúrájának az évtizede, talán évszázada is. Bárhányszor utaztok a környékbeli kisebb vagy nagyobb városokba, településekre, traumaként hat rátok is, elmentek azon helyek mellett, ahol kereszt, virágkoszorú, vagy gyertya, vagy mécses ég napjainkban, és eszetekbe jut Nini, az én baráti körömből valaki, itt halt meg. Komáromig haladva többször megismétlődik ez a jelenet, és nekem néha úgy tűnik, akár Pozsonyba megyek, akár Győrbe, minthogyha temetőn keresztül utaznék. Szellemi környezetünk terhes a halálra utaló jelektől, ugyanakkor üzenet is. A mai ember vajon miért szenved a haláltól? A halál gondolatától. Talán azért, mert nem eléggé felkészült. A mai ember valami úton módon szeretné visszatartani magától a halál gondolatát. Valami úton módon szeretne elhárolódni attól, hogy ő is egyszer ennek az állapotnak lehet szenvedő alanya. Márpedig maga Jézus azért jött el, hogy bennünket eligazítson az életfordulós események között, és feltárja előttünk az egyház tanításában, hogy a mi hazánk a mennyben van, földi sátrunk lebomlása után egy más világ vár ránk. Maga Jézus mondotta, én vagyok az út, az igazság és az élet. A mai ember azért szenved a haláltól, mert nem készül föl erre. Csupán a horizontális, a vízszintes kapcsolatokba szeret pótcselekvésekbe belefáradni, belemerítkezni, és amikor a fölfelé az örökké valóságra mutató események következnek, akkor szemérmesen elzárkózik előtte. A holtakat eltemetjük, ők már nem szenvednek, de akik itt maradunk, mi szenvedünk attól, ami ezután következik. Sokszor mulasztásaink következményeképpen virágcsokrokkal halmozzuk el elmulasztott szeretetünk pótcselekvéseként a sírkerteket, pompázó virágdísz, gyertyamécses, életünkbe pedig nagy évbe elkerültük, kórházba dugtuk, Uram irgalmaz, netlántán a halál angyala volt. Rövid az út a bölcsőtől a koporsóig. A hívő, emberi méltóságot tisztelő ember nem akkor akarja pótcselekvéseit elvégezni, amikor már késő, hanem akkor, amikor az időszerű kell megtegye. A jelenések könyvében olvassuk.
a megdicsőültek homlokán ott lesz a Jézusi jel, a jó cselekedetek jele, az ember pőrén megy vissza teremtőjéhez, csak jó cselekedetei kísérik őt el. Ezek a jó cselekedetek pedig értünk Isten irgalmát kiestek. Most, amikor ezen gondolatokkal ebben a félhomályos novemberi estében kicsit elmerülünk, fogadjuk meg itt közösen mindnyájunk színe előtt, hogy elhunyt szeretteinkről ezentúl gyakrabban megemlékezünk, és az ő szellemi örökségüket magunkévá tesszük. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi mennyei édesatyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A testvérek, menjünk bátran című énekünk első verszakát fogjuk énekelni. Testvérek, menjünk bátran. Egybegyűlt keresztény testvéreim a Jézus Krisztusban. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, ahogy az megvan írva Lukács evangéliumának 9. fejezetében, a 9. fejezetnek a 40. versében a következőképpen. De Jézus így válaszolt, mondom néktek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Keresztény testvéreim, ezen a mai estén azzal a céllal gyűltünk itt össze a temetőkertbe, hogy elhunyt szeretteinkre emlékezzünk egy ökumenikus istentisztelet keretében. Ökumenikus istentiszteletet tartunk, és sokan feltehetnék a kérdést, hogy mi ezeknek az ökumenikus megemlékezéseknek a haszna. Az én válaszom erre az ezeknek az együttléteknek a haszna, hogy vallási különbözőségeink ellenére is tudjunk még ápolni valami közöset, ami összeköt bennünket felekezetektől függetlenül, és ez a közös, ez nem más, mint az az alap, amely alapon kívül más alap nem adatott. Sem katolikusnak, sem reformátusnak, egyetlen egy keresztény embernek sem, ez a közös alap Jézus Krisztus. Fel lehetne tenni a következő kérdést is, miért pont ma? Egy nappal ezelőtt a reformátusok a reformációra emlékeztek, a mai napon római katolikus testvéreink minden szentek ünnepét tartották. Most, ezen az estén, ebben az órában egy kicsit mind a kettőtől elvonatkoztatjuk magunkat. Ma, amikor a legtöbben járnak a temetőkertben, szeretteik sírjánál, akkor az a célunk, és ezt hangsúlyozzuk ki, hogy kizárólag az elhunytakról akarunk beszélni,
az elhunytakra akarunk emlékezni, katolikusok és reformátusok közösen, mert nyilvánvaló, elhunyt szeretteink mindannyiunknak vannak. És ez így már nem lehet többé felekezeti kérdés. Mivel emlékezünk ezen a mai estén? Azzal emlékezünk, kedves testvéreim, amivel mindenkoron. Amivel a keresztény embernek mindenkoron emlékeznie kell, Istennek igéjével. Mai alapigénk Jézus Krisztusnak a szava, amelyet akkor mondott, amikor Jeruzsálembe vonult be, és amikor a farizeusok azt mondták, utasítsa rendre tanítványait. Jézus erre azt válaszolta nekik, bizony mondom néktek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Kedves testvéreim, ha valahol, akkor a temetőben különösen van a köveknek szava. Sajnos ez a temetői valóság. Ez az a hely, ahol azok, akik itt nyugosznak, már csak a kövek által szólalnak meg. És higgyétek el, testvérek, hogy a kövek is tudnak beszélni. A kövek szava nem száll el, hanem örök marad. A márványba, fába, emlékoszlopba faragott gondolatok, érzelmek nagyon szépen beszélnek akkor nekünk is, amikor megállunk szeretteink sírjánál. De miről is beszélnek? Először is beszélnek a halálról. Emlékoszlopokra, emlékkövekre rá van vésve azoknak a neve, akiknek sírjára azt állították. Beszélnek ezek a kövek arról, hogy aki alattuk pihen, mennyi ideig terjedt arasznyi élete. Beszélnek a kövek arról, hogy az elhunytak kik voltak számotokra. Beszélnek a kövek arról, mennyire szerettétek őket. És bizonyítják azt, hogy bár ő testben elment a minden földinek útjára, mégis az emléke a gondolatban is, és a kövek révén is itt maradt. De nem csak a halálról beszélnek az emlékkövek, a sírkövek, hanem beszélnek az életről is. Beszélnek arról, hogy ti nem feledtétek el elhunyt szeretteiteket. Beszélnek arról, hogy emléket akartatok nekik állítani. Beszélnek arról, hogy mit jelentett az a valaki, vagy azok a valakik nektek, akiket takarnak a sírok, és akik fölött ott vannak a sírkövek. Beszélnek kedves mosolyokról, beszélnek érzelmi kötődésekről, beszélnek személyekről, akiket hitvestársnak hívtatok, kislányomnak vagy kisfiamnak hívtatok, édesanyámnak vagy édesapámnak, nagyapának vagy nagymamának hívtatok. Ezek az életnek az üzenetei, amelyekről a kövek beszélnek. És a kövek emlékeztetnek, nem csak bennünket emlékeztetnek elhunyt szeretteinkre, hanem arra is emlékeztetnek minket, hogy ahogyan mi emlékezünk az elhunytakra, ugyanúgy emlékezik az elhunytakra Isten is. Azaz Isten, aki mindannyiunknak teremtője, aki mindannyiunknak mennyei édesatyja, aki az ő szent fiában, a Krisztus Jézusban mindannyiunkhoz, korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való függetlenül, de lehajolt, és mindannyiunkért váltságért adta önmagát. És emlékeztet bennünket mindez arra, hogy egyszer majd, ahogyan életünk volt, úgy lesz halálunk is,
de ami örömteli, lesz feltámadásunk Krisztus által, és lesz bemenetelünk az Atyának a mennyei házába. Ma tehát annak van itt az ideje, hogy emlékezzünk, és ma annak van itt az ideje, hogy visszagondoljunk kegyelettel és jó szívvel elhunyt szeretteinkre, hogy hálát adjunk érettük, hálát adjunk azért, hogy voltak nekünk, hálát adjunk azért, hogy szerethettük őket, és ők is szerethettek bennünket, és nekünk, akiknek már nem maradt más, csak a kegyelet szava, egy-egy szemből kicsorduló könny, tudjuk megszentelni azokat a pillanatokat, amelyekből sajnos oly kevés van, de amelyek kiterülhetetlen részét képezik érzelmeinknek és lelkünk hívódásainak. Kedves testvéreim, legyen hát áldott mindannyiunk megemlékezése, és legyen áldott az életünk, hogy egyszer majd ránk is kegyelettel tudjanak emlékezni. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük néked, hogy te nem csak a templomok falain bévül vagy jelen. Köszönjük néked, hogy te a temetői gyászos csendben, a rideg valóságban megszólalsz, van üzenetet számunkra, emberek révén, igéd révén, és van üzeneted a kövek révén is. Köszönjük, hogy most is meg kell, hogy álljunk. Meg kell, hogy álljunk ebben a temetőkertben, mert vissza kell tekintenünk, és kegyelettel meg kell hajolnunk elhunyt szeretteink sírjánál. Köszönjük, hogy adtad ezt a lehetőséget, hogy visszatekinthetünk elhunyt szeretteinkre. Köszönjük, hogy megköszönhetjük azokat, akik már nincsenek velünk, de akik szeretteinként mellettünk voltak, jóban, rosszban egyaránt. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk rád mindenkoron gondolni. Add, hogy akkor, amikor földi életünkben még nem nyomaszt bennünket annyira a halálnak a ténye, akkor is tudjunk olykor-olykor elgondolkodni azon a tényen, amely megváltozhatatlan, de amely arról beszél, hogy a földi élet mulandó. És egyszer majd mindannyian szembeállunk te véled, és azoknak a nevei, akik fel vannak írva az élet könyvébe, azok bebocsájtást nyernek a mennyei hajlékba. Add, Uram, hogy lehessünk ezek mindannyian. Kérünk téged azzal az imádságnak a szavaival, amelyre a te szent fiad, a mi úrunk, az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Mielőtt a kegyelet és megemlékezés virágcsukrait és gyertyáit elhelyeznénk, fogadjátok az egyházat áldását. Krisztus élő Isten fia, te barátodat Lázárt feltámasztottad a halálból, támaszt dicsőséges életre a megholtakat, akiket drága véreddel megváltottál. Amen. Krisztus szomorúak vigasztalója, te jóságosan letörölted a hozzád tartozó könnyét, akik Lázárt meg a Naimi ifjút és Jairus lányát siratták, vigasztal meg mindazokat,
akik halottaikat gyászolják. Amen. Krisztus üdvözítünk, törd meg halandó testünkben a bűnuralmát, hogy amint miatta a halált érdemeltük, úgy te benned elnyerjük az örök életet. Amen. Az Atyának áldása, a Fiúnak békéje, és a Szentléleknek egyesítő, vigasztaló ereje legyen mindnyájatokkal. Amen. Fogadjuk mindannyian Istennek áldását. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet néked. Amen.